Figyelmességekkel, egyre kérdőbb volt a működés
bevált vagy eddig alkalmazott módszerek vagy lehetőségek, amelyek a településen, illetve a közösség érdekeit szolgálják, vagy szolgálták. Tehát konkrétan mondom, itt ilyen művelődési háznak a hasznosítása, tehát itt a mazsorek csoport foglalkozása, a jogiaknak a foglalkozása, tehát nem gondolnám, hogy első körben ezeknek a hasznosítása lenne, tehát pénzzel történő hasznosítása lenne az elsődleges cél ebben a dologban, hanem azok a területek, hogy volt, most már hál' Istennek nincs meg az ipari park területe, ami ugye hasznosítva volt, ugye pénzért hasznosítottuk, illetőleg ugye ami van itt a belterülete, például ott a piac, lehetőpiac mögötti terület, ami valamilyen formában hasznosítva van, amiről ugye a képviselőtestületnek van fogalma, vagy tud róla, ugye a jóléti tó környéke az mindig egy ilyen sarkatos, ugye most is fogunk róla tárgyalni a szemétel hordással kapcsolatosan, hogy azt például kaszálóként is lehetne használni, vagy lehet használni. Ugye használták is a korábban, meg is fizették azokat az összegeket, amiket megfizettek, és ugye ez volt a kiinduló alap, hogy ezeket rakjuk olyan összhangba egymásra, hogy se egyiknek, se másik meg kelljen kevesebbet, vagy többet fizetni azért, mert hogy most ezt használja, vagy azt használja, vagy a másikat használja. Ugye ezt tudunk kell, hogy melyek azok a mezőgazdasági területek, amelyek ilyen formában hasznosítva vannak, vagy hasznosítani lehet esetleg őket a későbbiekben. Tehát ez az én részemből lesz, körülbelül ez lenne a lényege. Azon túl természetesen, hogy ez a kimutatás alatt minden más, és meg lehet határozni a későbbiekben egy rendeletben ezeknek a hasznosítására vonatkozó árakat. Azt mondom, hogy ez meg a következő lépésnek kellene, hogy legyen. Tehát legyünk tisztában magam részéről ezeknek az ingatlanoknak a voltából, meg azt, hogy mit lehet ezekkel kezdeni, melyek vannak esetleg olyan használó, hogy talagó hevernek, vagy mi van ezek az ingatlanokkal. Tehát ez lenne az elsődleges gondolatom nekem ezzel kapcsolatban, ezeket szeretném, hogyha meg lehetne is mondani. Hivatalban a rendelkezésre álló információk nem támasztják alá ezeknek a használatát, tehát ezek valószínűleg valóban vannak. Valóban valami szabályokat ki kellene találni, akár egy minden, tehát meghirdetni, és akkor sokkal lehetővé tenni a különböző lehetőségeket, vagy pedig, hogyha esetleg ön, akkor pedig el is lehetne adni. Mert így kis területenként önmagban lehet, hogy semmit nem érnek, viszont a mellettük lévő területeknek a gazdák meg esetleg látnak benne lehetőséget, hogy kibírjuk és elfogyjuk, stb. De ez megint egy külön kérdés, hogy de a lehetőség az így van, és akkor magyarul a következő lépcső lenne az, hogy akkor mutassuk ki azokat a földterületeket, amik rendelkezésre állnak. Abban a felbontásban, amit én ott az anyagban csak számszerűsítettem. Igen. És akkor azt követően lesz akkor döntés abban az irányba, hogy akkor most akkor történjen ennek a szabályozás. Igen, hogy melyek azok a területek, mert azért mondom, hogy nem tudom így most meghatározni, hogy ilyen hogy mondom, hogy azok a fő területek helyezkednek el, mekkorák, mint van lehet, hogy valaki használja, és tehát most nyilván nem ez a cél, hogy nem ez a cél, hogy itt most megoldassunk mindent, csak hogy lássunk már tisztában ezzel a dologgal. Tehát ugye, ha valaki fizet azért, hogy használja a területünket, akkor aki meg nem fizet, az meg akkor nyilván elmegy van ezzel szemben. Tehát akkor vagy egységesen kell, hogy senki nem fizet, vagy elmegy kell, hogy fizet. Tehát azért most ezeket tisztában kellene látni, és akkor tudunk szerintem majd ezzel kapcsolatban továbbiakban lépéseket. Ennek annak idején is ugye beszéltünk róla, és én most is azt tudom megerősíteni. Ugye volt egy év, ha visszaemlékeztek, én azonban még itt a testületi tagoknak, hogy lekaszálhattuk a jóléti tavat, beválasztottuk, és nem tudtuk eladni éveken keresztül itt volt. Tehát gyakorlatilag az már egy önkormányzatnak nem kerül pénzével, hogy hordatjuk valamit és lekaszálja, hisz véletlenül azt hasznosítja állattenyésztésre vagy akármi. Tehát ha már
visszaveszem azt a, hogy függetlenül, hogy van Zetronban gépünk, de ugye maga az, hogy forgatni, meg bálázni, azt alvállalkozó, hogy megbíztuk vele az alvállalkozót, hogy a vállalkozót, aki ezt megcsinálta. És ugye még egyszer mondom, hogy nem piaci áron sem tudtuk, vagy piaci áradat sem tudtuk eladni a vállalkozó szerinákat, illetve egy bizonyos mennyiséget sikerült eladni. Tehát én erre sarkalnám azt, vagy most mondhatom a földterületet is, ugye önkormányzat tulajdonában én azért fogalmazok úgy, hogy sajnos, mert mikor lehetőség lett volna, akkor nem ért vele az akkori polgármester és testület, úgynevezett kosoló homoknaink vannak, aminek a aranykorona értéke ilyen 3-4 aranykoronás, tehát gyakorlatilag nem túl jó minőségű, és annak is örülni kell, hogyha ezt valaki megműveli, tehát ne nekünk kelljen se szátépőzni, se vágni, hanem megműveli. Tehát gyakorlatilag, ha nem is kérünk érte pénzt, de művelve van, de tudjuk, hogy ez az rendben van. Tehát az rendben van. Teljesen szerintem természetes is, hogyha most ilyen van ilyen terület, akkor nem gondolnám, hogy most azért a 2000 forintért fogunk majd bármilyen szerződéseket meg. És nyilván, hogyha a repre tartja a működőnket, ha van ilyen, akkor ezt bele tudjuk abba az állni. De nyilván ezt is valami formán szabályozni kell, mert hát, ugye, most meg visszamegy a gond, hogy nincs baj, addig még nincs, de ha valaki meg valami eszélyköt, akkor meg ugye ebből esetlegesen probléma lehet. Tehát nem gondolnám most azt a 2000 forintokat elkérjük véletigénynek, mert úgyis meg kell csináltatni, meg kell használtatni, és ugyanez a jólétító környéke is. Meg az csak jó, hanem a mi embereinknek, a mi gépeinknek kell ezzel dolgozni. Csináljuk meg, csak nyilván, ha ezt odaadjuk, akkor csináljuk. Tehát most itt is felhoz az a kérdés, hogy ha odaadjuk, megcsinálja, szerintem azt sem takar, hogy egyáltalán akkor kell például pénzt kérni érte, vagy beletünk abba, hogy nem tudja, az a terület. Ez a kérdés. Barlafüves például, vagy hány nem? Hát arról meg nem beszélve, hogy vannak területek, barlafüvesek, és itt területünk, és majd egyszer valaki kezdődő Én Ildikóval beszéltük, hogy én mióta emlékezetem
szerint 98 volt, hogy önkormányzati képviselő, soha nem láttam még egyetlen ilyen térképet se, amit felettek volna tüntetve, vagy felett volna satírozó, vagy bármilyen, hogy ez a kép önkormányzati terület. Ezzel kapcsolatban nem is fogtok találni. Valószínűleg ezzel kapcsolatban semmit nem fogtok találni, vagy nem tudom, hogy a régi műszaki kísérletek, amik vannak. Nincsenek. Azt tudom, például kimutatást tudom, a legjobb bocsánatjuk a hónapról, ott van a szabályozások rendben, úgy tudom, a szervezet számos feltüntetése, amik elég felbontása, és akkor esetleg önök tudnak ebbe. Azért, ha számom meg egy térkép, akkor közösen ezt tudjuk rakni, de azt én nem tudom, nem tudom. Egyszer volt kimutatás, tehát egyszer emlékszem, hogy volt egy kimutatás, amikor még felmosolva. Igen, volt egyszer, de térkép nem volt hozzá, hanem csak ugye, hogy volt, melyik területekről van szó. Hogyha megkaptánk újonnan, az jó lett, mert most felmosolhatnánk most már, mert annak idején. Kicsoda? Ilonka. Ja, Ilonka. Aha, igen, azért mondta, hogy tudom, hogy egyetlen egyszer volt egy ilyen lista. Igen, is. Mik volt rá? De hogy mik voltak rajta, hogy hol van az? Jó, ezzel kapcsolatban. Igen, én szeretnék hagyni még kicsit kiegészíteni, hogy nyilván mindenképpen, amit Tamás elmondott, az szerintem is szükséges. És a helyi számok alapján be lehet azonosítani, mert akkor meg lehet tűnni a területek mértékét, aranykorona értékét, a térkép alapján azt mindenképpen számba kell venni, mert tudni kell ezt, hogy mi van az önkormányzatnak, vagy mi nincs. Ez a 16 darab beépítetlen ingatlan, az is jól nem van lejelölve, hogy mi az, vagy hogy hol van, vagy merre, mi a helyi száma, meg a beépített ingatlanokat is, ami van. Mert ha már csinálunk egy ilyen, vagy készül egy ilyen komplet anyag, akkor az sem arra minden benne van. Tehát a beépített ingatlan, beletérni, kültérni, kültörület, és akkor minden részletesen lenne benne. És amúgy talán tovább lehet lépni, lehet szolgálkozni dolgokat, hogy akkor mi hova kerüljön. Jó? Köszönöm, hogy ezt megkapjuk. Jó, köszönöm szépen. Ezzel kapcsolatban van egy nyitóban. Jó, hát akkor egyébként ezzel a rendelet előkészítéssel egyébként, és ugye az interneten kibővítve, akkor az kérem készülítása szavazzon. Jó, úgyhogy senki fel van elfogadta, és akkor a továbbiakban ugye a utalmunk szerint majd. Többet, hogy mondjuk nincsen minden megtárgyalkozni, azért a biztonsági